Milliárdos vagyont foglalt le a hatóság Cseh Katalinék botrányában, ezt írja a magyar nemzet. A lap megtudta, hogy a NAV már több mint fél milliárdos adócsalással gyanúsítja a Cseh Katalinékhoz köthető uniós botrány érintettjét. Attól a férfitól foglalhatták le a vagyont, akit tavaly össze meg, miután kiderült, hogy a Momentumos politikus családi vállalkozás és az azzal összejátszó cégek gyanús körülmények között juthattak több milliárd forinti uniós pénzhez. Már több mint félmilliárdos adócsalással gyanúsítja a csekatalinékhoz köthető uniós botrány érintettjét a Nemzeti Adó és Vám Hivatal. Írja a Magyar Nemzet az eljárást felügyelő fővárosi főügyészségre hivatkozva. A férfit, aki a magyar nemzet információja szerint a csecsalád cégéhez kapcsolható egyik vállalkozás tisztségviselője, még tavaly ősszel gyanúsította meg a NAV költségvetési csalással, azt követően, hogy nyilvánosságra került a momentumos politikus családi vállalkozása és az azzal összejátszó cégek gyanús körülmények között jutottak több milliárd forintnyi uniós pénzhez. A főügyészség ugyanakkor a tényállást kiegészítette, és ez alapján a férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás büntette helyett, már különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntettével gyanúsítja. A váltatóság ezzel egy időben milliárdos összeget meghaladó értékben vagyontárgyak lefoglalásáról is határozott. A gyanúsította a gyanúsítás változása ellen panaszt jelentett be, amit a fővárosi főügyészség elutasított. Most például kezdetnek le fogunk buktatni valakit. Valakit, aki kétszínű volt. Az egész magyar közéletet meglepte, amikor 2021 nyarán a momentumos Cseh Katalin LP képviselőről egy állarcos alak azt állította, hogy a családjához köthető cégek az elmúlt években csak nem 5 milliárd forintnyi uniós támogatással trükköztek. Később az is kiderült, hogy egy olyan 3D-s nyomtatási technológia kifejlesztéséhez is kaphattak több millió forint támogatást, amely már rég a céghálózat birtokában volt. De az is napvilágot látott, hogy csak azért hozhattak létre a budapesti központ mellett több Nógrádvár megyei telephelyet, mert a térség elmaradottsága miatt nagyobb pályázati forrásokat reméltek. De felmerült az is, hogy alvállalkozói céghálójával is trükközhetett a Cseh Katalin féle cégcsoport. A Momentumos LP képviselő ezt úgy kommentálta, hogy a hozzáköthető Pannonia nyomda Kft. telephelyét valóban ő létesítette. A politikus ekkor már azt sem tagadta, hogy ügyvezetőként ő pályázott uniós forrásra. Volt egy pályázat, amit valóban én adtam be, ezt a pályázatot később a Pannonia nyomda Kft. meg is nyerte, de ez már bőven az én ügyvezetésem után időszakban történt. A NAV és a rendőrség emberei, a Cseh Katalinhoz köthető cégháló, több telephelyén is tartottak házkutatást, Vácott Szirákon is, szécsönyben is. A fővárosi törvényszék pedig már jogerősen is 4 millió forintra büntette a Momentumos LP képviselő családjának érdekeltségébe tartozó Pannonia nyomdok Kft-t egy közbeszerzés során történt szabálytalanság miatt semmi közöm ezekhez a vállalatokhoz, és természetesen visszautasítom azt a rágalmat, hogy nekem bármi közöm lenne ehhez a pénzhez. Cseh Katalin az ügy 2021-es kirobbanása óta folyamatosan takadja az érintettségét. Több helyszínen is kutatást tartott a napokban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Cs. ügyről a közmédia folyamatosan beszámolt. Ez azonban nem tetszett a Momentumos LP képviselőnek, és beperelte az MTV-át. A baloldali LP képviselő azt kifogásolta, hogy a közmédiában az jelent meg, hogy az érdekeltségébe tartozó cégnél büntetőügyben nyomoznak, és már gyanúsított is van. A fővárosi törvényszék a közmédiának adott igazat, és elutasította Cseh Katalin momentumos politikus helyreigazítási keresetét.